Sziasztok! Hát itt vagyunk Fejér megyében, méghozzá Sukoron. Mai túránk az innen fog indulni. Hát tervünk szerint fölmegyünk ide a Sukorói ingókőhöz, onnan pedig föl fogunk menni a Likaskőhöz, a Menelkegyre, majd pedig a túrát Velencén fejezzük be. Hát minden másomod útközben szokás szerint gyertek és ma is tartsatok velünk. Na hát akkor elindítottuk tehát a túrát, és itt vagyunk Sukoron, a Velencei tó partján úgymond, egy kicsit odébb magától a tótól. Hát nem tudom, elég párás az idő odalent, mennyire látszik a Velencei tó, de ott van alattunk. És ugye itt van ez a Sukorói templom, katolikus templom, ahol Gergővel is jártam már itt pár éve. Hát íme. Ugye a Sukoró az itt van a Velencei tó partján, ugye úgymond az északi partján, ugye a Gárdonyi járásnak a része. Pálkozd és Velence között van, vagy Pálkozd és Nadab között, úgy jobban tetszik, és hát remek túrák tehetők itt a környéken. És hát én most már elmondhatom azt, hogy valamennyi Velence tavi környéki településen jártam, és hát szerintem Sukoró a legszebb ezek közül. Na hát akkor menjünk, indulunk tehát a túrára, itt most meg fogjuk nézni egy ingókőt itt Sukoró határában, és akkor utána fölkapaszkodunk majd a Menelkegyre, a Likaskőhöz, és onnan fogunk a Bencehegyre, Velencén fölkapaszkodni, és akkor a Velencei vasútállomáson fogjuk befejezni a túrát. Hát ezek leszünk máma, akkor megyünk és indulunk. Na, hát akkor itt vagyunk Sukoró fölött, de a bizonyos ingókőnél, hát íme. Sajnos a nevét nem tudom ennek az ingókőnek. Ugye jártunk itt Gergővel pár évvel ezelőtt, talán emlékeztek páran arra a videómra. Benne van amúgy a Túra Bencehegyre című videómba. És akkor nézzünk körül. Ugye vannak még itt egyéb kisebb kövek is. És akkor ott van fölöttünk ott a Meleghegy, hát oda megyünk majd föl. Nem tudom, hogy teljesen fölmenjünk a csúcsára, de a Likaskőhöz föl fogunk menni. A csúcs nem is, de a közelében mindenképpen ott leszünk majd. Nem tudom, milyen magasan van az izé. Likaskő. Ott pedig látszik a Bencehegy és a kilátó. Talán visszaadja a videó, hát bízok benne, hogy látni a videón is. Na hát oda is fogunk menni, tehát egy jó nagy kört fogunk leírni. Tehát innen elmenjünk arra fölfelé a Meleghegyre, onnan pedig el fogunk menni arra a Bencehegyre, és akkor Velencén fejezzük majd be a túrát. Hát azért nem kell megijedni, nem olyan nagy táv lesz, kb. 10-12 km-es túra lesz. Nem egy nagy táv, és ugye a Meleghegy is csupán csak 352 méter magas, tehát nagyon-nagyon nagy kaptatóra se kell fölmenni, úgyhogy ez megint egy olyan túra, amire szerintem mindenki, bárki bevállalkozhat, tehát nem különösebben nehéz. A Sukoró pedig itt van alattunk, mint mondtam, sajnos, hogy ide építenek egy házat, nem tudom, hogy ami igencsak bezavar a kilátásba, ugye itt a templom és a kő között van ez a házik, ami épül. Hát nem tudom, hogy ilyen helyre miért adnak építési engedélyt, hogy őszinte legyek. De hát ez van. Na most meg még akkor van egy olyan szisztémánk, hogy lemegyünk ide az olasz kőfejtőhöz, mint annak idején Gergővel is, és akkor megnézzük azt is. A srácok le akarnak menni, hát azt mondták, hogy menjünk, azt nézzük meg. Nincs ide messze, körülbelül 200-250 méter, és akkor megnézzük azt is. Na hát akkor kelljünk. Na hát akkor a Sukoró ingókő után itt vagyunk az olasz kőfejtőnél, ahol szintén jártunk már Gergővel egy-két éve, és hát inkább két-három már talán. És íme az olasz kőfejtő. Sok kő egy rakáson, hát ugye a hegységre jellemző kövek itt is megtalálhatóak. És hát milyen magas lehet, Zoli, 8 méter? Kb. 7-8. 8 méter magasan. Na, hát ilyen hely ez. Ide egy mellékút vezet le. Tehát ez nincs benne a turista utakba. Úgyhogy, aki ide akar lejönni, innen Sukoró ingókőtől azért vezet le egy tábla. Könnyű letalálni azért, és mondom, hogy a 200 méterre lehet talán. És ilyen. Hát ilyen, gyönyörűek ezek is. Hát akár ilyen súlyárat út van mellette, tehát föl lehet menni rá. Hát mondjuk vigyázni azért. Na hát itt is voltunk ismét. Megyünk tovább. Akkor itt vagyunk az olasz kőfejtőn. Még azért mutatom, hogy mégis milyen
Hát íme brutálisan szép. Íme. Gyönyörű. Mondom, ott a Sukoró végétől, az Ingókőtől, hát talán 200 métertől kell lejönni. Itt mutatom, talán látszanak is már Sukorójának a házai. Itt az alsó telkek látszódnak. Tehát itt vagyunk mondani a falunak a valagába. Úgyhogy ajánlom mindenkinek, aki erre jár, hogy jöjjön, azt nézze meg ezt a csodát itten. Mert brutálisan szép. Na, tehát akkor, hogy mondtam, megyünk tovább. Mert még a túrából egy kilométert nem maradtunk. Na, hát akkor az olasz kőfejtő után most visszamegyünk Sukoróra, és akkor úgy fogunk beállni arra az út, ami fölvisz minket a Meleghegy felé majd. És itt vagyunk ennél a kőhídnál, amely szintén szerepel abban a videónkban, ami 2 éve ezelőtt készült. És Gergővel meg a másik Mónival jártunk itt. Hát ez az a kőhíd. Ugye annak idején nem mentünk oda teljesen. Egy alagút van a híd alatt. És ott visszállt ez a patak, ami most már inkább valami dagoványhoz hasonlít sem, mint patakhoz. És akkor ez az a biciklő út, amelyik körbe vezet a Velencei tón, tehát körbe lehet kerekezni. Ez annak a része itt, és akkor itt fogunk itt fönt a kanyar után visszaérni a Sukoróra. Tehát egy ilyen kis kitérő volt ez most, úgyhogy lényegében magát a túrát még szinte el se kezdtük. De hát megérte, úgy gondolom, mert látni valóban bővelkedett. Nem menjünk oda tovább. És akkor itt vagyunk úgymond Sukorónak a főterén, ugye ez a református templom, és hát itt végződött pár évvel ezelőtt az a bizonyos túránk lényegében, akkor Velencére jöttünk, hát most meg pont Velencére majd megyünk majd, hogy itt más út van, mint amikor akkor jöttünk. Ugye itt van egy emlékmű, egy Batthyány emlékmű, Batthyány Lajos miniszternek és Mógol János tábornok párbeszédjét ábrázolja, és akkor itt van a másik templom Sukoron, a református templom, hát ez is szép. És akkor hát ilyen jellegű házak vannak, ilyen nádfedeles, nagyon sok van itt ebben a faluba. És hát nagyon szép a falu is. Ugye alattunk van a Velencei tó, amit most egy gőnyt akar. És éppen rásüt a nap, hát sok mindent nem látunk belőle, de nagyon szép az is. Na hát akkor itt fogunk rámenni a zöld kereszt jelzésre. És akkor ez viszont minket a Meleghegy felé majd. Menjünk akkor tovább. Na hát, és akkor megyünk ki Sukoróról, északi irányban. Egy nagyon-nagyon szép és hangulatos utcán megyünk. Csupa ilyen gyönyörű házikó van erre, hát eszméletlen szépek. Igen. Na hát a tősök közöme. És hát ott szemben már szembe köszönt a Meleghegy. Ugye, oda fogunk fölmenni. A Likaskőhöz. A Meleghegy ugye, aki nem tudna, az a Velence, aznak mondom, hogy a Velencei hegység legmagasabb csúcsa. És a legmagasabb pont itt az 352 méter. És nagyon-nagyon kellemes és hangulatos ez az utca. Ugye 2020. január 12-ét írunk. Meglehetősen rossz időt mondott már a meteorológia. Hát ahhoz képest, amint látható, nagyon-nagyon jó is. Kellemes az idő. Tehát meteorológus barátaim megint kitettek magukért, hozták a szokásos színvonalukat. Csak kikészülje le ebből, amit akar. És íme még egy nagyon-nagyon gyönyörű, szép házikó, hát gyönyörű, eszméletlen. És tényleg nagyon szép ez a település, én úgy mondom, hogy mondtam, hogy a velencei tavi települések közül talán ez a legszebb szerintem. Tényleg nagyon hangulatos. És a zöld keresztelésen megyünk, íme. Ennek bele fog vinni minket a pirosba, a piros sávba. Na még itt, nem kapcsolom ki a kamerát, még ide le nem érünk. Valami bölcsszerűség itten. És itt továbbra is a zöld keresztet. Itt körülbelül egy jó kilométer, másfél kilométeren keresztül a zöld keresztet követjük. Majd, és hát valószínű, hogy nem sokáig majd emelkedőbe csap át az utunk. Ugye ezek ott gondolom milyen hétvégi kertek lehetnek zöme, nyaralók. És akkor mi pedig megyünk erre, jobbra. A Meleghegy irányába. Na hát, ha bármi érdekesség, vagy valami szép hely van, akkor azt vesszük. Na hát, kijöttünk akkor most már falu után az erdőbe, és akkor itt vagyunk a Velencei hegység erdeiben és völgyeiben. Hát menjünk akkor a zöld kereszten, ami várhatóan hamarosan majd emelkedőbe fog átcsapni. Hát a völgy és az erdő, és maga a hely az itt gyönyörű, hát fenomenálisan szép ez is.
Nézzétek, gyönyörű hely. Nagyon-nagyon szép. Ugye hát arra húzódik be a völgy, viszont az utunk elmegy, és ahogy Jósa szóltam, ott valószínűleg elkezd emelkedni majd. Most már most fölfelé. Hát itt vagyunk most már Meleghegy alatt majd, és kapaszkodunk föl a Velencei hegycsődén most a csúcsa felé. Azt, hogy teljesen föl-föl megyünk ki, azt nem tudom, hogy fölvisze az út, majd meglátjuk. Na, megyünk akkor. Ha jó szóljuk, akkor itt kezd emelkedni majd az út, de mutatok egy érdekességet, ugye tél van, január, és látható, hogy az erdő az tiszta kopasz, viszont itt van egy fa, amelyen teljesen zöldek a levelek íme. Nem semmi. Pontosabban két fa. Ez mi az oka ennek, hogy ez zöld, vagy milyen fa ez, nem tudjuk? Móni, te vagy a kertés. Nem tudom. Borostyának kell lenni? Na, nagyon szép. És ugye itt vannak a Velencei hegységre jellemző kövek is. Egy gyönyörű völgy fut erre is. Meg arra is, viszont mi megyünk föl hegynek fölfelé arra. Na. Ügyeznek a bokrok is. Ügyeznek a bokrok, azt mondja Móni. Ott egy odú, az lenne a mókuslak, vagy mi az? A mókus az emberi, mit tudni? Ott. Na, megyünk föl, nagyon szép hely az. Na, hát itt vagyunk akkor most már igencsak fönt a hegygerincen. Talán még előttünk van az ilyen Meleghegynek a magasabb része. És itt is találtunk egy ilyen fát, ami tele van leüllyedve, és érdekes. Talán látszik a videón ilyen szív alakú. Móni megnézi közelebbről. Érdekes, hogy van egy-egy ilyen fa, amelyiken tele van zöld levéllel. Január közepén vagyunk, mondom. Borostya lenne? Szerintem az. Borostyán, azt mondják a többiek, hát én nem értek ennyire hozzá. Borostyán? Nem? Nem, azt mondja mondjam. De akkor vajon mi? De érdekes, és egyes, hogy ilyen szív alakú, meg hát az, hogy zöldelő a levél rajta a már közepén. Tehát látható, hogy körös körül minden kopasz. Mi is az Olival. De a fán meg tele van zöld levelekkel, érdekes. És nagyon szép. Nagyon szép ez az út, az volt keresztjelhez, és amúgy itt vagy vissza gerincen, hát fölkaptattunk. Kicsit meg is izzottunk, de nagyon érdemes volt, mert nagyon szép ez az útvonal itt. Sukoróról az volt keresztjelhez, és érdemes erre jönni bárkinek. Ugye. Na hát ahogy haladunk itt a Meleghegyen, itt most már akad egy kis kilátásunk. Íme ott van alattunk a Velencei tó. Remélem a kamera valamennyire vissza tudja adni. Hát nagyon-nagyon gyönyörű. A napfényben úszó tó, és a végtelen. Hát érdemes el is eljönni, én ezt gondolom. Na, menjünk akkor tovább. Ballagja. És akkor fönn vagyunk a csúcson, kérem szépen. A Velencei hegység legmagasabb csúcsán, a Meleghegyen. Hát brilliáns kilátásunk lenne, ha nem takarnák el a fák. De talán látszik valami a Velencei tóból. És így mondtam, hogy lerövidítettünk egy kilométert az utunkból. Itt térünk rá a piros háromszög útra. Ez az, ez vissza a Likaskőhöz. Na most egészen pontosan aztán nem tudom, hogy hol is van a Meleghegy legmagasabb pontja a Likaskőnél, vagy esetleg arrébb a bázison. De mindesetre itt vagyunk a Velencei hegység legmagasabb hegyén. Ennél ebben a hegységben magasabb hely nincsen. Na hát és akkor itt a Meleghegy csúcsán elérjük a Likaskövet. Ugye a Velencei hegység újabb híres köve. És hát gondolom az a Likaskő, mert ott van rajta egy lik. Tehát íme. Hát ez se egy utolsó látvány. Nagyon baba. Gyönyörű. Íme. A Likaskő. Megpróbálom, átváltok széles körű kamerára, széles látószögű, de hát több minden belefér. Egy pillanat. Itt vagyunk egy széles látószögűvel veszem, talán több minden látható. Íme, tehát ez a Likaskő. Hát nem egy utolsó látvány. Az biztos, körbe kéne járni. Hát miért ne lehetne? Ott, nehogy nem, ott is lehet, meg amarról is. Nézzük meg, aztán fotózunk. Hát, ide is eljutottunk. Hát brilliáns
Igen. Gyönyörű. Elképesztő. Egy több híres kő is van a Velencei egységben. Ugye ezeknek az ümmel Pákos környékén található, de egy itt van itt magán a Melekegyen, méghozzá ez a Likas kő. Gyönyörű. Ugye ez az ilyen köveknek a hazája, ez a Velencei hegység, rengeteg ilyen ehhez hasonló kő van a hegységben. Hát ezeknek az ömének nincs neve sajnos, de ennek van. Hát íme, elképesztő, hogy állnak a kövek. Gyönyörű, szép. Na, tehát ez a Likas kő. Na szóval, tehát ez a Likas kő. Akkor Zolika, lejössz onnan, vesszük. Aha, persze. Szakszerű. Lejött el a Likas körről, hát sima, sima. Reméltük, hogy eser egyet, de hát nem. Rutinbo. Na. Na, tehát akkor ez volt a Likas kő a Velencei hegység legmagasabb csúcsán, a Melekhegyen. És akkor megyünk tovább. Itt van egy katonai, vagy nem is tudom, katonai bázis, egy kommunikációs bázis. Úgy hirdeti a térkép, és az van ráírva. Lehet, hogy ott van a legmagasabb pontja a hegynek, magának, nem tudom biztosra. Lehet, hogy megnézzük azt is, ha be tudunk menni. Nem őrzik az állatok. Na, és akkor most már tényleg itt vagyunk akkor a Velencei hegység legmagasabb csúcsán, a Melekhegyen, ahol van ez az elhagyott kommunikációs bázis. Hát így meg különféle antennák és tornyok vannak itt. Ugye ez látszódnak messze földről. Ugye maga ez a hegy akár Dunaújvárosból is látszik. Ugye a magas házaknak a legfelsőbb emeletéről. És akkor ugye itt ez el van kerítve, és ki is van írva, hogy kamerával őrzött terület. Hát nem szándékozunk bemenni, de ezt a tornyot itt megnézzük. Hát ez hasonló, mint a geodéziai mérőtornyok. Végülis talán az is, csak hát ilyen mérő, és ilyen antennákat tettek rájuk. És akkor igen, ez a bázis. Tehát sehol senki. Úgyhogy toronyba bemenni, hát szántom, mindjárt megnézzük, hát nem lehet, valószínűleg is le van hegeszve, mint a többi hasonló toronynál az ajtó az országban. És akkor ilyen. Na, tehát itt vagyunk akkor, ez a Velencei hegység legmagasabb csúcsa. Na tessék, ide is eljutottunk. Na, hát lefelé tartunk akkor a Melekhegyről, Velence irányában most már, és akkor van egy kilátóhelyünk, egy kilátópontunk. Hát nem tudom, hogy a videó mennyire adja vissza ebbe a páros időbe, de nagyon-nagyon szép, ugye ott van alattunk Sukoró, és ott van a Velencei tó is. Hát nagyon szép, arra pedig a Pákozdi hegyek vannak. Ugye. És hát elég sokan vannak itt a környéken, a sárga jelzés út, ez elég népszerű itt. De hát nagyon klassz, szó se róla, és nagyon-nagyon jó az idő, tehát mint mondom, mára nagyon szépen időt mondott a Pista bácsi, hogy hívják az életekben azt a mókust. Valamilyen István nagyon elésztett minket, már majdnem úgy volt, hogy a versenyünk a túrára, aztán egy ragyogó idő van ahhoz képest, tehát ennyire lehet hinni nekik. Úgyhogy nagyon klassz az idő, hát menjünk lefelé akkor le a Nadapi földbe, és akkor majd föl a Bence hegyre. Hát ha lesz még valami érdekesség, akkor mutatjuk. Hát menjünk lefelé, Velence felé, amikor is feltűnik ott szemben a Bence hegy és a kilátó. Hát nem tudom, hogy a videón keresztül látnia. Málunk egy jó pontot lát. Kitatózni, onnan jobban látszik. Na, mondjuk a fák betakarják. Hát nem tudom, megemelem így talán. Szóljatok, ha látjátok. Most éppen eltakarják a fák, úgyhogy. Akkor ez nem jött be. Na, lócítom közben az úton. Na mindegy, tehát szembe velünk van a Bence egyik kilátó. Hát, ha nem takarja el valami, akkor megmutatom. Szinte meg lehet mutatni, de nem. Megyünk a Horosa felé tartunk, és akkor, mikor feltűnik Nadap a templomával. Nadap település tehát. És akkor talán innen most már látszik a Velencei kilátó is. Mindjárt mutatom.
a hegyen. Igen. Tehát ott van előttünk a Bence hegy, és akkor ott látszik a kilátó maga. Itt talán látjátok ott. Igen. Hát oda megyünk föl, oda tartunk, és akkor majd lemegyünk a Velencére. Hát bűvján szépségű ez a környék is. A Nadapi völgy oda lent. És akkor ott fogunk most fölmenni a túlsó felén majd arra. Ugye arra szoktunk lejönni általában, mikor jövünk Velencéről. Most viszont ott fogjuk befejezni, na menjünk. És akkor itt vagyunk, Nadapnál, itt a Nadapi völgyben. És megyünk arra föl Velence felé, ugye számtalan szöjöttünk már ott lefelé, de viszont fölfelé még soha nem mentünk. Most viszont ezt is meg fogjuk tenni. És akkor itt vagyunk Nadapnak a valagában, ugye ott van maga Nadap. És hát igen a környék. Gyönyörű szép. És ott van fönt a Meleghegy, ott voltunk fönt. Ott a toronnyal. Úgyhogy ragyogó. Hát ez a kőfal itt nem tudom, hogy mit cél szolgál. Biztos a magánterületet véd, a fene tudja. De Blirián szépségű helyezés, azt hiszem. Úgyhogy már rengetegszer jártunk itt szegény kis Gergőmmel is. És hát szép emlékeim vannak innen. Na hát akkor megmászunk még ezt a hegyet. Aztért fölfelé menetünk nem lesz már. Hát akkor itt vagyunk, felértünk a Bence egyik kilátóhoz. És mi megtudtuk, nem 800 forint a belépő, hanem csak 500. Hát 500 forintba kerül, azonban Zolikáig úgy döntöttek, hogy nem megyünk föl. Hát jó van, akkor nem megyünk föl. Én már voltam fönt úgyis. Ők tudják. Hát nagyjából ugyanezt látni, mint itt én, amit most mutatok. Csak egy kicsivel magasabbról. Így ott a Velence egység legkeletibb nyúlványai, ott van Pázmánd, távolban. És itt van alattunk Velence, maga a Velencei tóval, ami arra elnyúlik. Hát nagyjából fönt is egyes látni, tehát nem sokkal többet. Azért mondom, kiki dönts el, hogy megéri neki a pénzt, vagy nem. Mindenesetre nem tartom jó ötletnek, hogy kilátója fizetni kell, ugye nem sok van ilyen az országban, de akkor amiért fizetni kell. Na hát akkor más dolgunk nincs, mint lemegyünk majd Velencére. Na várj, mégis feljöttünk akkor kilátóba. Méghozzá egészen különleges okból. A jegyszedő úriember az beengedett minket. Úgymond ingyen, de senki nem tudja. Úgyhogy nem szeretem ebből valami gond lenne. Ugye én már jártam itt Gergővel 2 évvel ezelőtt. Hát majdnem 2 éve, nincs annyi. És akkor mutatom mindjárt, hogy mit mutat, hát egy ilyen csiga lépcső vezet föl. Ugye maga kilátót, az 2018. március 20-án adták át. És akkor mindjárt felérünk. Jó kis kaptató vezet fel. Na, ha már akkor felengedtek, akkor körbenézünk. Nincs akkor a szél, mint 2 évvel ezelőtt volt. Na. Íme. Posali jegek. Tehát ott van Velence és Velencei tó maga. Íme. Posali jegése. Ugye ott van távol van Pázmánd. Ott voltunk valahol a pázmándi sziklánknál egy éve. Nézzük tovább. Itt van alattunk Nadap. Ott is jártunk már. Ott van a Meleghegy szembe, onnan jövünk most. Tehát ott voltunk fent. Na. Na mi az a sárgóra, bizony? Micsoda? Kis csak ülő, vagy mi? Na lehet, hogy repülő. Várja. Adom. Nem hozzuk fel a tájzét, veszelem, baszki. Hihetetlen. Nem voltam én. Na, már társadalom nem hoztuk fel, ügyesek vagyunk. Na. És akkor pedig ott van Sikoró templom, ahogy ott kezdtük a túrát, és úgy mentünk fel a Meleghegyre, és onnan meg le ide. Tehát magyarul úgy valahogy mentünk, és jöttünk le ide. Hát messze nincs akkor a szél, mint 2 évvel ezelőtt, amikor itt voltunk. És akkor íme a Velencei tó. A liegésemet. És
kaptató volt. Hát ilyen minden a világ. Amikor itt voltam 2018 áprilisában, sokkal nagyobb szél volt. Hát ez a kilátó, hogy ki döntse el maga, hogy feljön-e vagy nem. Nem rossz azért. Na hát akkor a kilátó után lassan visszaérünk majd Velencére most már. Ugye itt van alattunk az M7-es, és majd azon a hídon megyünk át, és akkor érjük el a települést. Hát itt nagyon jó kilátásunk van a Velencei tóra. Ugye rengeteg videónk készült már itt ezen a helyről. Ugye számtalan szó jártunk már itt, de hát általában Velencéről jöttünk, most pedig oda érkezünk. Ugye, és akkor meg lesz így a túránk. Most Sukorról indultunk, ugye felvettünk a Meleghegyre, onnan lejöttünk a Nadabi völgybe, fölmentünk a Bencehegyre, kilátód és onnan jövünk ide Velencére. Ez egy igazán kellemes és szép túl volt, én azt gondolom. Remélem, hogy a videó is vissza tudta adni valamennyire az élményt. Hát emlünk Velencére, és akkor ott tartunk majd egy összefoglalót. Na hát akkor itt vagyunk a Velence kórházban, és akkor itt fejezzük be ezt a mai túrát. Hát akkor egy kicsit szokás szerint összefoglaljuk az eseményeket. Ugye Sukoróról indultunk, ahol fölmentünk az a katolikus templomhoz, annak idején Gergőkémmel is jártunk. Onnan pedig kimentünk ahhoz az ingókőhöz, a leghíresebb Sukorói ingókőhöz, nevét nem tudom. Onnan akkor lementünk az olasz kőfejtőhöz, majd visszatértünk Sukoróra, és akkor úgy indult be igazán a túra. A zöld keresztjelzésen kapaszkodtunk fel egészen a Meleghegyre, a Likaskőig, ugye az eléggé faszántos volt, elég jó volt, és ott a Meleghegy gerincén mentünk végig. Fölmentünk arra az elhagyatott bázisra, és majd onnan kezdtünk meg a leereszkedést, onnan már szinte lefelé vezetett az út a Nadabi völgyig. Elég sima volt, több helyen jó kis kilátással. Ott felkapaszkodtunk a Bencehegyre, és akkor fölmentünk egész a kilátóhoz. Eleinte úgy volt, hogy nem megyünk fel, aztán a jó ember révén, aki felengedett minket ingyen, sikerül fölmenni a kilátóba is, elég rendes volt, meg jó húzás volt tőle. Onnan pedig lejöttünk ide Velencére, és akkor itt a Velence Korzón, ugye itt fejezzük be, ahol annyi, de annyi túrát indítottunk a múltba. Most itt fejezzük be a túrát, mi vasárnap délután, hát ragyogó, azt kell mondanom, hogy szuper időnk volt, ahhoz képest az időt a meteorológus barátaim megint bejósolták itt nekünk a ködöt, meg mindent. Hát ahhoz képest nagyon-nagyon jó idő volt. Hát a túra mennyi lehetett? 12 km? Kitérőkkel 14 mondjuk. Hát legyen 14 km. Én azt hiszem, hogy nem volt különösebben nehéz. Hát remélem valamit sikerült visszaadni ennek a tájnak és a varázsából. Úgyhogy remélem azért nézhető a film. Hát köszönöm, aki velem tartott, és akkor gyertek legközelebb is. Ciao.